Egy újabb reggel, a negyedik ébresztő szól már rég, hogy megint felkelj, s egy mosolyt az arcod elé tégy. Fejszegve, elmerengve, mindenki együtt, mégis egyedül. El van ez cseszve, most lépned kell, hogy ebből kikerülj. Lásd meg végre, hogy nem ez az élet, ez a vég, nem a kezdet, csak rossz. Skin. Ez volt az Ébredj! Gratulálunk, srácok! Kérlek, gyertek ide mellém! A legfontosabb az állatkert legyen nálatok! Gyuri, hogy tetszett? Gratulálok, megvárom! Megvárom! Gratulálok mindenkinek! Én nekem a basszusgitározástól tetszik nagyon-nagyon a zenekarba. Az... nagyon szép, Ákos egyszerű, precíz. Ákos nagyságod előtt. Jó kis oszlopszerű, tartott szépen a bandát vele. Gratulálok, hogy itt ugye az akusztikus verziónak a fele sikerült, viszont az nagyon szépen. Tehát gyakorlatilag megmaradt az alja, ahogy hallom a produkciót, megmaradt az alja, az elektromos gitár, basszus gitár, dob, rock and roll, alaptrió, a Jimi Hendrix trió megmaradt az alján a bandának, és a tetejére viszont fölkerült egy nagyon-nagyon szépen, okosan megírt és szépen eljátszott vonóskar is. Én vártam volna, hogy az aljában is egy kicsit esetleg jobban megjelennek az akusztikus dolgok, az zongora szintén nagyon szép volt egyébként hozzá, hát muzsikálni továbbra is nagyon jól tudtok, úgyhogy körülbelül én ennyit szerettem volna mondani. Itt inkább a muzsikálási mód, tehát itt nem igazából attól lesz akusztikus egy muzsikálás, hogy minden hangszer akusztikussá változik varázsszóra, hanem a muzsikálás módja, tehát más a dalnak a megközelítése. Ez viszont nálatok meg viszont megvalósult, mert gyakorlatilag ti is nagyon sokat tudtatok választani, vagy változtatni a dalon, úgyhogy köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Misi? Srácok, ahogy látom, nagyon korán elkezdték a közönség toborzást, most itt a pici gyerekekre gondolok. A plüss maciknak köszönhetően nem rossz, nem rossz.
Igen, amit a Gyuri mondott, hogy mindig fejtörést okoz egy zenekarnak, főleg egy két éve létező zenekarnak, gondolom nem sokat játszottatok akusztikusan. Ne, se. Gyakorlatilag nullát. Mondott egy frappáns sehogyat. Gondoltam, de ez nincs is ezzel semmi baj. Egyébként nekem az tetszett, ha valami tetszett, a dinamika. Az, hogy hihetetlen dinamikusan nyúltatok. Nem tudtam eldönteni, miközben hallgattam, hogy a végén tetszik nekem az, hogy ti behozzátok a dzsungaságot, vagy maradtatok volna ott. Ez így alakult. Én a gitáros kollégának azt mondanám, hogy nyugodtan merjél álmodni, merjél vállalni, merj kilépni a komfortzónádból. Tudom, hogy imádod, én is imádom az elektromos gitárt nagyon is, de mikor akusztikus gitár, akkor ezeket a fikcsiket szerintem ki kell gyakorolni, el lehet ezt gyönyörűen játszani. És amit a Gyuri is mondott, támogatom ebbe, és nagyon jó meglátás. Teljesen máshogy kell egy akusztikus feldolgozáshoz hozzányúlni. Szerintem ez nektek sikerült, és tényleg ilyen filmzenei hatás volt. Úgyhogy srácok, gratulálom. Köszönjük szépen. Gyuri, érkezzenek a pontjaim. 7-es. 7-essel indulunk. Én is 7 pontot szeretnék adni. Misi is 7 pontot ad. Lilla? 7 pontot adok. Harmadik 7 pont. Végül Feró. 3 savanyú Jóska, ez 8 pont. 3 savanyú. 8 pont, ami 29-et jelent. Srácok, remek volt. Gratulálunk. Irány az állatkerttel fel a Páholyba, és hamarosan beszélgetünk. Egy nagy tapsot a Beneath My Skinnek. Köszönjük szépen.